Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyen megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Két nyíregyházi úszó is ott lesz az egyetemi világjátékokon Kínában. A hagyományos idény előtti sajtótájékoztatón ismertette céljait a Szpari. Merin Mekmedovics irányítja a Nyíregyházi Sportcentrum kosaras táborát. 11. alkalommal rendezték meg a Sóstói Strandfoci Fesztivált. Táborokban hangolnak az új idényre az Akvese fiatal vízilabdázói. Két nyíregyházi úszó is ott lesz a hétvégén kezdődő egyetemi világjátékokon Kínában. Szankovics Anna és Hadházi Dóra képviseli majd a magyar színeket Csengduban. Nagyon várom már a versenyzést, hiszen az országos bajnokság óta, ugye, ami áprilisban volt, azóta nem versenyeztem, mivel közben nekem volt egy államvizsgám is, úgyhogy nehezített terep volt az elmúlt időszak, úgyhogy már nagyon várom. Aztán meglátjuk, igazándiból tényleg az államvizsga óta tudunk teljes erőbefektetéssel készülni erre a versenyre, úgyhogy majd ott kiderül. Milyen számokban indulsz? Hivatalosan 50 mellen és 50 gyorsan, viszont ebbe is van egy kis nehézség, hiszen igazából a mostani két főszámomat egy napra tették a programba, úgyhogy igazándiból szerintem majd ott kint fog eldőlni, hogy milyen lesz a mezőny, és esetleg melyiken van több esélyem. Kínában lesz a verseny, Ázsiában van valamilyen tapasztalatod az átállással kapcsolatban? Szerencsére már kétszer jártam Kínába, ráadásul az egyik ezek közül ugyanilyen multisport esemény volt az ifjúsági olimpia, úgyhogy abszolút van tapasztalat. Nem mondom, hogy egyszerű, de szerintem megugorható. Eredmény, időeredmény, vagy milyen a lényeges, hiszen említetted, ez egy multisport esemény, gyakorlatilag egy mini olimpia, rengeteg sporták képviselői vannak ott egyszerre. Egy ilyen versenyre én mindig úgy utazom ki, hogy igazából magamból szeretném kihozni a maximumot. Tudom azt, hogy miért dolgoztam meg a mindennapokba, és nagyon fogok örülni, hogyha sikerül kihozni magamból. Picit előre tekintve, gyakorlatilag egy év van a párizsi olimpiáig, most már kvalifikációs időszakban vagyunk. Ez mennyire van ott a fejedben? Abszolút ott van, illetve főleg azért is, mivel azt gondolom, hogy most Univerziádén leginkább a 50 mellen lehet esélyem jó eredményt elérni, viszont ugye ott most az kell a fejembe, hogy Párizsra 50 gyorsra kell készülnünk, úgyhogy ez kicsit úgy megosztja a felkészülés, de most tényleg április óta inkább már a mellúszásra készülünk. Most már látótávolságban van a Csengdui Univerziádé, de előtte beszéljünk egy picit az elmúlt évedről, amit az Egyesült Államokban töltöttél. Új közeg, új társak, új szisztéma, gondolom, milyen volt? Nagyon jó volt, tényleg nagyon jó volt az elejétől fogva, könnyen beilleszkedtem. Az edzésekbe is hamar felvettem a ritmust, úgyhogy összességében tényleg nagyon jól telt az évem. Azt lehet mondani, hogy talán az Egyesült Államok úszói a legjobbak a világon már hosszú évek, évtizedek óta. Mitől? Ez egy nagyon jó kérdés, teljesen másképp vannak az edzéseik, mint nekünk, kicsit talán kevesebbet is úsznak, és sokkal jobban koncentrálnak a saját úszásnemekre. A tanév végén hazajöttél, mennyire volt könnyű visszailleszkedni? Az elején elég nehéz volt, ugye az átállás miatt, az OB-n is kicsit vissza is ütött ez a 9 óra eltolódás, de viszont utána elkezdtük az edzéseket, amit eddig folytattam itthon, és hamar sikerült visszaállnom. Most milyen formában, milyen állapotban érzed magad? Nem akarom elkiabálni, de úgy érzem, hogy nagyon jó formában vagyok, nagyon jól sikerült a felkészülés, és remélhetőleg egy egyéni csúcsra fogok hazatérni. Vasárnap rajtol a bajnokság a labdarúgó NB2-ben. A Nyíregyháza Spartacus csütörtökön mutatta be új játékosait, és tájékoztatta céljairól a sajtóképviselőit. Most jött el az ideje annak, hogy tényleg olyan változásokat tudjunk eszközölni, amivel meg tudunk olyan reális célokat fogalmazni, ami tényleg mindenki számára elfogadható lehet. Én úgy gondolom, mi már beszéltünk a szakmai stábbal, ugye a játékosokkal is meg fog történni ez, ugye a hétvégén már kezdődik az első bajnoki forduló. Mindenképpen egy olyan csapatot szeretnénk ebben a szezonban, amely egy nagyon masszív, stabil csapat tud lenni. Tényleg megalkuvás nem tűrően játszik hétről hétre. Tudjuk azt, hogy minden mérkőzést mi sem fogunk megnyerni, mert a foci az tudjuk, hogy ettől is szép, hogy nem mindig az adott mérkőzésen a jobbik nyer, de visszakanyarodva szeretnénk egy olyan csapatot, amely végre
ott tud lenni azon csapatokkal, akiknek tényleg olyan céljai vannak, hogy akár a közeljövőben osztályváltás, azaz a legmagasabb osztályba kerüljön. Ennek az alapjait tettük most le. Ennek lehet ugye egy gyorsabb változata, mert minden szezonban lehet látni azt, hogy vannak olyan csapatok, akik oda tudnak kerülni, lásd a múltban is, de mi az elsőben mindenképpen szeretnénk a tabella első felében helyezkedni, és minden, még egyszer mondom, minden olyan csapattal versenyben lenni, amelyeknek a céljai ugyanazok, mint ami nekünk, azaz a közeljövőben jussunk el oda, hogy tudjunk játszani a magasabb osztályba való kerülésért. Hétvégén már bajnoki pontokért lép pályára a csapat. Ilyenkor szoktak jönni a közhelyek, hogy nagyon jó sikert ült a felkészülés, rendben van minden, de ettől függetlenül rákérdezek, így van-e? Összességében azt gondolom, hogy a munka nagy részét elvégeztük. Szeretném, hogyha azért még tudnánk egy jó pár dologba előrelépni, de összességében bizakodva várjuk a bajnoki rajtot. Azt gondolom, hogy a csapat az motivált, sikeréhes. Próbáltam az elejétől kezdve erre helyezni, hogy mentálisan a társaság rendben legyen. Agresszívak leszünk, remélem, hogy gyorsak leszünk, dinamikusak, és hazai pályán szeretnénk nyerni. A keret mélységét, minőségét tekintve elégedett vagy-e? Összességében igen, szerintem minőségben előrelépett a keret. Egy-egy olyan poszt van, ahol még azért tudnánk nagyobb versenyhelyzetet teremteni, de összességében igen. Azok a játékosok, akiket szerettem volna, többnyire ide érkeztek, szóval elégedett vagyok, igen. Milyen játékot vársz a csapattól a hétvégi bajnoki mérkőzésen, hiszen egy jó rajta azért egész hosszan meghatározhatja, akár az egész őszt is. Azt a játékot várom a csapattól, amit a felkészülési mérkőzéseken is már elkezdtünk, amit mutatott azt az arcát a csapat. Remélem, hogy a tét nem fogja őket megnyomni, és hogy ugyanúgy bevállalják ugyanezt az agresszív, szervezett, egységes védekezésre épülő játékunkat, ahol a megszerzett labdával pedig gyorsan és hatékonyan tudunk kapura törni. Aki szurkol a Spalinak, vagy bármilyen módon kötődik a klubhoz, alig ha szeretne még egy olyan idényt átélni, mint az előző. A nyári változások után hogy látod, most milyen szezon előtt állunk? Bizakodóak vagyunk, szeretnénk egy stabil szezont. Ugye, ahogy elmondtuk, az imént épül az új stadion, ami tavasszal lesz kész. Szeretnénk olyan ősz produkálni már most, amivel arra tudjuk ösztönözni a szurkolókat, hogy minél többen jöjjenek ki tavasszal. Nekem személy szerint az a célom, hogy legyen olyan teltházas meccsünk, ami a győztes meccs lesz majd tavasszal az új stadionban. Nagyon szeretnénk így szerepelni. Jelentősen átalakult a játékos keret, csapatkapitányként gondolom az átlagosnál több a feladatod, mint a pálya, mint az öltözőben. Milyen ez az új társaság? Igen, vezetőedző is elvárja, hogy az ő utasításait azért én képviselem a pályán, de azt látom, hogy mindenki beleáll a munkába minden egyes nap, az edzőmérkőzések is ezt mutatják, úgyhogy nagyon remélem, hogy idén azért könnyebb dolgom lesz, mint tavaly. Ez a bajnokság sem lesz egyszerű, 4 kieső lesz, kevesebb a csapat, milyen szezonra számítasz? Nagyon kemény szezonra, én személy szerint azt mondtam, hogy ez keményebb is lesz, mint a tavalyi, de hogyha olyan játékot tudunk produkálni, mint az elmúlt hetekben az edzőmérkőzéseken, akkor probléma nem lehet. Jelentősnek mondható játékos múlttal a hátad mögött szerződti Nyíregyházára. Mi volt a vonzó a Spali megkeresésében? Abszolút az első beszélgetés már. Ugye beszéltem a vezetőedzővel, beszéltem a sportigazgató úrral, és az az ambíciózus hozzáállás, meg az a sikerhelyesség, amit mind a ketten képviseltek. Mindenféleképpen ezt szeretném magamra húzni, meg úgy gondolom, hogy tudok ezzel azonosulni. Úgyhogy minél több sikert elérni, természetesen egy alap magabiztosság mellett ugye fontos lenne a kiegyensúlyozottság erre a szezonra. Meccsről meccsre szeretnék jól teljesíteni. Ilyenek az egyik benyomásaid? Nagyon jó, hogy a sajtótájékoztatón is elmondtam, nagyon jó közösségbe csöppentem, ami úgy gondolom, hogy az alapja lehet egy sikeres csapatnak. Mindenki teszi a dolgát, ugye a stáb is ezt kommunikálja. Van egyfajta lazasság, de mellette meg van az alapszigorúság, ami kell a jó munkához, úgyhogy úgy gondolom, hogy erre lehet építeni, és a legfontosabb az, hogy egy jó közösséget tudunk alkotni. Minden bizony a kulcsemberként számít majd a Tímár Krisztián. Te mit vársz magadtól, mivel lennél elégedett? Minden mérkőzésen természetesen minél többet szeretnék pályán lenni, ugye ez növeli az esélyeimet a gólszerzésre, esetleg gólpasszokra. Úgyhogy nem mondom,
hasznos tagja szeretnék lenni a közösségnek, és amire engem igazoltak, a góllövés vagy gólpasszok, abban szeretnék minél többet hozzátenni. Közel 50 fiatal és a felnőtt csapat néhány tagja készül 5 napon keresztül a Nyíregyházi Sportcentrum kosaras képzőtáborában. Az új utánpótlás szakmai vezető Merin Mehmedovics irányításával az egyéni képzésen van a hangsúly. Mohácsi Máté klubvezető, én régi játékosom. Megkeresett és megbeszéltünk, hogy neki kell egy ember, aki kell szakmailag felügyelni utánpótlás és segíteni felnőtt csapatnak. Ahhoz képest, hogy voltam Nyíregyházán, én ismerem egy nekit, hát ez olyan jó ajánlat van. Ilyen korban, milyen most vagyok, szerintem legjobban tudok segíteni fiataloknak a szakmailag. És tudjunk mindenki, hogy ez egyik legnagyobb probléma a magyar kosárlabdának. Én szerintem ez egy jó kapcsolat lesz. Itt van nagyon sok fiatal kollégák, akikkel egy kicsit tanítani, átadni a tudást, a tapasztalatot. Szerintem jó lesz. Tegnap kezdődött ez a képzőtábor, itt a háttérben látszanak a gyerekek. Mennyire voltak fogékonyak, mennyire fogékonyak a munkára? Én jöttem erre táborba, megnézem, milyen gyerekek vannak. Van valaki, akiből lehet gyorsan csinálni egy játékos, aki tud szerepelni fenn egy csapatból. Szerintem minden városának, kosárlabdának, minden sportklubnak ez a lényege, hogy a hazai gyerekek egy kicsit neveltünk, és a tudunk csinálni belülünk a játékosok, aki szerepelnek a legmagasabb versenyszintű. Erre szerintem ezt a B csoportos csapat az ideális, nagyon sok magyar játszik ebbe ligába, és neki lesz a lehetőség. A felnőtt csapat edzője Horváth Ákos is kezdőedzőnek számít, te korábban több edzőt elindítottál a pályán. Milyen támasza van szüksége ilyenkor egy fiatalnak kezdőnek számító edzőnek? Hát Ákosnak csak egy dolog kell magyarázni. Ákos nagyon jó játékos volt, nagyon sokszor magyar válogatott, szerepelt a válogatottból, de nem volt igazán edző, és ezt a különbség játékos és edző magyarázni kell neki, hogy kell békésen bejutni ebbe feladatról. Én szerintem Ákos ez egy ideális ember erre pozícióval, ő ambíció, beszéltem vele, ambiciózus, mint játékos, nagyon szolgálmas volt, elérte minden munkával, és ha így csinálja a szakmával is, akkor jó lesz. Amióta megrendezik ezt a felkészülés kezdete előtti képzőtábort, minden évben itt voltál, és hogy vannak tapasztalataid, mire jó egy ilyen 5 napos felkészülés? Nagyon sokat segít abban, hogy az augusztusi edzések ne legyenek olyan hirtelenek, mikor ugye az első edzések nagyon, nagyon futósak, nagyon kondícióra épülnek, és ebbe segít az, hogy egy 5 napos edzőtáborba valamennyit erre rá tudunk készülni. Milyenek voltak a tegnapi gyakorlatok, edzések? Nagyon jó edzések voltak, különleges edzések voltak. Kicsit először nehéz volt megérteni, ugyebár, hogy miket mond, de nagyon jó, humoros edzéseket tartott, elég szigorra. Számodra egy picit más ez a mostani képzőtábor, mint a korábbiak, hiszen ha minden igaz, akkor ott lesz a felnőtt csapat keretében, nem egészen 17 évesen. Hogy készülsz erre az időszakra? Az, hogy fel legyek készülve, ugye, hogy a felnőtt csapattal edzek, ezért ennél fontosabb is nekem ez a tábor, és remélem fel fog tudni készülni. Te vagy az egyik új szerzemény, úgyhogy elsőként egy bemutatkozást kérnék, mit kell róla tudniuk a nyíregyházi szurkolóknak. Geiger Bálint vagyok, Győrben végeztem az egyetemet, ott voltam 5 évet, tavaly a Salgó-Tarján színeiben játszottam, piros csoportban. 1-es-2-es poszton vagyok bevethető, ott érzem magam komfortosan. Mi volt a vonzó a nyíregyháziak megkeresésében? Az, hogy egy profi klub, az, hogy tavaly még ugye az élvonalban játszottak, az A csoportban. Sok olyan játékos van, akit ismerek, például Füzi Róbert, ő volt csapattársam is Sopronban. Úgyhogy ezek tényleg tetszik az egész koncepció, örülök annak is, hogy a Merim, mint szakmai igazgató, a klubnak a része, úgyhogy örülök, hogy itt lehetek. Mit vársz magadtól az új idényben? Ugye a piros csoport is erősödött az elmúlt években. Szeretném magammal a legtöbbet kihozni, minél többet edzeni, minél
jobb játékossá válni. Most már nem fiatal vagyok, most már 24 éves vagyok, azért van egy-két év mögöttem itt a kosárlabdában, úgyhogy szeretném segíteni a csapatot, a klubot, a városnak egy jó benyomást tenni, úgyhogy várom a szezon. 11. alkalommal rendezték meg a Sóstói Strandfoci Fesztivált. A négy napos tornán 32 férfi és 4 női együttes lépett pályára. Én úgy érzem, hogy egy fantasztikus tornán vagyunk most már lassan túl, hiszen itt már a döntő közelébe tartanak a csapatok. És az időjárás az végül is kedvező volt számunkra, mert egyetlen egyszer esett egy délután, késő délután az eső, és nem volt az az égető, nagyon kemény hőség. Ma viszont kitekintett a nap rendesen, hiszen mindjárt locsolnunk is kell ismét, hiszen már többször locsoltuk a pályát, de nem bírják a játékosok, annyira forró a homok. Fantasztikus tornán vagyunk gyakorlatilag majdnem túl, de nagyon nagy meglepetések is születtek a tornán, hiszen elvérzett a korábbi, a tavalyi győztes, a Fáraó Bútor Eger csapata, elvérzett a mindig döntő környékére kerülő pikolósöröző, és nyomulnak előre a fiatal csapatok, akik egyre jobban megtanulják ezt a játékot, és én nagyon örülök neki, hogy ilyen szuper játék, gond probléma nélkül. Egyetlen egy piros lap volt, aztán a második sárga lap miatt, vagy kis butaság miatt, hogy kiállítottak egy játékot, de sportszerűen játszanak a csapatok, és a játékkal foglalkozik mindenki. Fantasztikus közönség állja körbe a pályát, minden állt a körbe minden nap, és nagyon sokan látták ezt, és élvezik ezt a játékot, sokan várták is, hiszen ez egy élvezetes játék. Lehet azt mondani, hogy most már specializálódnak a csapatok egy picit erre a homokos borításra, hiszen gyakorlatilag egész más, mint játszani műfűvömas alakon. Igen, természetesen, hát hiszen hogy korábban még a sajtótájékoztatón is elmondtam, hogy amikor az első tornánk kezdődött, akkor 6 csapattal kezdtük el ezt a tornát, hát gyakorlatilag a járása is szabálytalan volt a játékosoknak, mikor följöttek a pályára. Egyetlen egy csapat volt, aki a Bohemian Jászlót bejárta az egész országot, ők hozták ide tulajdonképpen igazán az igazi szabályokosok tornagyőzelmet arattak, és most ők most is itt vannak. Igaz, hogy sokan kísérelődtek már abból a csapatból, de még mindig itt vannak közöttünk, és egyre jobban tanulják meg ezt a játékot a csapatok, és ez számomra nagyon jó érzés, hiszen ezért kezdtük el csinálni, és ide jönnek most az ország különböző pontjára, hiszen 4 vármegyéből vannak itt csapatok, és hát a Nyíregyházáról, ugye a Városi Kispályás Bajnokság krémje itt van, és a 14 településről egyébként meg a megyéből szintén itt vannak, és jól érzik magukat, élvezik a játékot. A sajtótájékoztatón bemutattátok az új labdát, akkor még nem lehetett tudni, hogy azzal játszanak el csapatok. Ahogy látom, azzal ezek szerint bevált. Igen, szenzációsan vizsgázott a labda. Neve nincs, majd adunk neki egyszer egy olyan nevet, ami olyan jó hangzatos, mint hogy a világbajnokságokon is szokott lenni. Sok speciális csapat van itt, akik csak nézték először, hogy na most ezzel a labdával hozták a saját labdájukat, aztán fogták, visszatették a táskába, amikor kipróbálták, és a Decathlonnak köszönjük, hogy ezt a labdát szállította számunkra. Jól érzik magukat a játékosok ezzel a labdával, és nagyon sok csodálatos, szép ollózós gól van, könnyű fölemelni, és a nagy hátrollokból óriási gólok születnek. Ez valahol, ez a torna felvezetése már a 2023-24-es kispályás idénynek is. Mikor kezdődik a bajnokság? Hány csapattal, hogy álltok a szervezéssel? Igen, a jövő hét van már hátra, csak a csapatoknak a nevezési lehetőségben, hiszen 31-én 12 óráig lehet nevezni a csapatoknak. Most jelen pillanatban úgy tűnik, hogy a tavalyi 107 csapat után most 106 csapattal fogjuk tudni elindítani a bajnokságot. Még mindig várom az új nevezőket, hiszen hiányzik még 2 öreg fiúk csapata a bajnokságban, és akkor teljesen kerek lesz. De augusztus 14-én fogjuk elindítani a bajnokságot, mint ahogy mondtam, ugye a stadion beruházás miatt egy kis kaotikus állapot azért fogja fogadni a csapatokat, hiszen az AB, C pályán és a kis műfőves pályán
fogjuk játszani a bajnoki mérkőzéseket, de bízom benne, hogy október végére szintén le fogjuk tudni bonyolítani a bajnokságot. Még egyszer kérem azokat a csapatokat, akik szeretnének nevezni, azok keressenek a Continental Arénába a jövő héten reggel 7:30-tól egészen délután 4 óráig megtalálnak, de ha más korosztályba, akár az amatőrökhöz is jön valaki, melyik új csapat, akkor azt is szívesen fogadom. A kispálya is foci legyen bármilyen a borítás, mindig ott vagytok. Most milyen csapat és milyen célokkal érkeztetek a 11. Sorstói Franc Foci Fesztiválra? Közel 8 éves csapatról beszélünk, 15 éves koruktól ugyan állam vannak, minden rendezvényen részt veszünk, nyilván a Franc Focin is, amit szeretünk, és szeretnénk gratulálni Dezé Dajka úrnak a szervezéshez, nagyon csodálatosan megcsinálta. Mi minden időt ott vagyunk, megyünk, csináljuk, nekünk ez a fontos, minél többet játszunk. Ha ránézünk a pályára, látjuk, hogy locsolni kell, mert nagyon meleg van. Van, aki zokniban játszik, van annyira forró homok. Mégis mi a szépség ennek a homokos pályán, űzös strandfocinak? Hogy szokták mondani, a labda kerek, de itt viszont nem. Tehát itt azért minden irányba megyen. A gyönyörű szép gólokat lehet lőni, akár ollóból, bármiből, tehát ez a szépség a focinak. Hol indultok el, milyen bajnokságban játszotok? Most jelenleg bajnokságban nem játszunk, ugye, mert most nagyon sok egyetemista gyerekem van, ugye össze-vissza vannak, de minden tornán ott vagyunk, tehát bármilyen szervezés van, ugye részt vettünk ugye Debrecenben a nagy tornán is. Nekem az a lényeg, hogy a fiúk legyenek együtt, baráti társágról beszélünk, olyan, mintha gyerekeim lennének igazából. Azt szokták mondani, hogy a háborúhoz három dolog kell, pénz, gyakorlatilag a sportot, a futballhoz is. Titeket kifinanszíroz? Ezt a csapatot teljesen én finanszírozom, 100%-osan. Amire körülök, mert nyilván benne van a fiam is, tehát nincs is miről beszélni, de élvezettel csinálom, mert egy csodálatos csapatom van, tehát ezt kell, hogy mondjam. A férfiaknál a győzelmet a Nyírség FC szerezte meg a Makkai Transz Kft. És a Rómeó Vác előtt. A gólkirályi cím a Hetbendes Balázsi Péteré lett. A legjobb kapusnak a Váci Hannus Balást, a legjobb játékosnak a Makkai Transz Kft.-ben játszó Jávor Norbertet, a legtechnikásabb játékosnak pedig a Nyírség FC is Majoros Ádámot választották meg a szakemberek. A Sóstói strandfürdőben hangolnak a bajnoki felkészülésre az Akvese fiatal vízilabdázói. Az 5 turnus alatt mintegy 600-an ismerkednek meg a sportág alapjaival. Idén nyáron is szerveztük ezt az úszó- és vízilabdatábort nagy sikerrel, és többnyire azokkal a gyerekekkel töltöttük fel az első heteket, akik már korábban is voltak, majd követték őket a testvérek, ismerősök, barátok, és szép számmal megjelentek a turnusokban. Most ezen a héten a 4. táborunkat szervezzük, jövő héten lesz az utolsó, az 5. tábor, amivel befejeztük a táborosztatásunkat. Mennyien fordulnak meg itt az 5 turnus alatt? Átlagban 120 gyerek, ezen a héten most 150 van, ez egy kiugróan magas szám most, de inkább ez a 120-as létszám, amit tartunk. Mellette párhuzamosan már a héten elkezdődtek az alapozások, és ez jövő héten folytatódik, így most már 2 héttel hamarabb kezdtük, mint a tavalyi évben a felkészülést. Látjuk, hogy nagyon pici gyerekek vízilabdáztak nagyon mély vízben, itt akkor gyakorlatilag olyanok vannak, akiknek már teljesen megvan a vízbiztonságuk. Ezeknek a gyerekeknek megvan a vízbiztonságuk, de teljesen a nullán vannak még. A labdát próbáljuk a kezükbe adni, próbáljuk őket úgy csapatként együtt úgy irányítani, hogy játékosan próbáljanak a sportág fele egy kicsit orientálódni. A legfontosabb az, hogy az alapúszás oktatással kezdjük, annak a képzésével. A legfontosabb a technika és a vízbiztonság, mint ahogy említetted, és azt követően mennek be a vízbe, és a vízilabdát kezdik majd onnan folytatni. Említetted, hogy kezdődik a felkészülés. A 2023-24-es idényre milyen korosztályokban, milyen csapatokkal készül majd az Akvese? A korosztályok ugyanazok maradnak, mint a tavalyi évben, egészen a gyerektől az ifig, gyerek serdülő ifi, a gyereken belül gyerek 1-2-3-4-es korosztály, országosban 3 csapattal fogunk indulni, észak-keleti régió ligában szintén 3 csapattal, és még kibővül egy gyerek 2-es országos lánycsapat részvételével az Akvaesének a repertoája. Ez egy újdonság, mert saját csapattal még nem indultunk a lánykorosztályba, mindig csak vegyesen az Eger egynek az egyesületével közösen, mert nem tudtunk kiállni, nem volt létszámunk, most megpróbáljuk az idejében mindenféleképpen. Ezek a táborok valahol kiválasztók, és egy picit toborzásra is szolgálnak. Létszámot tekintve említetted, hogy eddig volt probléma, most úgy néz ki, hogy nem lesz gond. Mindenféleképpen nekünk nem titkolt szándékunk az, hogy ebből a sok gyerekből próbálunk beszervezni szeptembertől az új város úszodába az edzéseinkre
olyan létszámot, amire tudunk alapozni, tudunk úgy építkezni, hogy abból a korosztályokat tudjuk építeni alulról fölfele. Sok gyerek szokott jönni, az a tapasztalat, általában egy olyan 30-40%-a a táborban résztvevőknek megjelenik szeptembertől is, és folytatják ezt a sportágat, akár az úszás, akár a vízilabda irányába. A gyerekek láthatóan élvezték, hogy ebben a kánikulában kellemes, hűvös vízben vízilabdázhatnak, vagy legalábbis a játék alapjait próbálgatják. A medence partjáról milyen foglalkozni ezekkel a kicsikkel? Élvezzük, most láttuk az időjárás jelentést, délután lesz egy kis vihar, de hál' Istennek most még nagyon jó az idő, úgyhogy nagyon jó, kellemes a víz is, úgyhogy nagyon élvezték a vízilabda foglalkozást. Tegnap úsztunk, délután úszunk mindig, és akkor délelőtt ilyenkor van lehetőségünk vízbe menni, és a labdás foglalkozásokat megcsinálni. Hál' Istennek nagyon sokan vagyunk. Nagyon sok olyan tehetséges gyereket látok, akit hétvégén meg fogunk kérni arra, hogy csatlakozzon hozzánk majd augusztus 21-től a kezdő csapatunkba. Ez egy jó alkalom arra, hogy toborozzunk is. Hála jó Istennek a létszám megvan. Nagyon sok lelkes gyermek van a vízilabda irányába. Ha nézzük, akkor nagyon szeretik ezt a sportot csinálni, és láthatátok, hogy több csapatban, hát mindenki a tudásának megfelelő szinten, de élvezik a játékot, úgyhogy pozitívan látom a jövőt. Azt szokták mondani, hogy minden sportágban talán az alapokat megtanítani a legnehezebb. Így van ez a vízilabdában is? Nagyon határozottan mondhatom, mert itt nagyon könnyű elrontani a dolgokat, mert hogyha nem tanuljuk meg azt a lábtempót, nem tanuljuk meg a helyes technikát, akkor a sportban nem lesznek sikerélményei a gyermeknek ebben a sportban, de szerintem minden sportban ez így van. Úgyhogy elég nagy felelősség hárul ránk, illetve azokra az edzőkre, akik az alapoktól kezdik a foglalkozást a gyerekekkel. Hamarosan kezdődik majd a felkészülés az új idényre, te személy szerint milyen csapatokat viszel majd? Én a lányokkal foglalkozom, és a legkisebbekkel. A lányokkal augusztus 1-én elkezdjük kőkemény munkát, az alapozást. A legkisebbekkel augusztus 21-én, az egy hétfői nap, úgy tudom, igen, akkor kezdünk, akkor jönnek a bébi csapat, ugye? És velük már elkezdtük májusban, egy hónapot együtt dolgoztunk, hogy ne az legyen már, hogy csak itt augusztusban kezdünk ismerkedni az edzőbácsival, Tibi bácsival. Úgyhogy már azért egy egész jó kis 30-35 fős csapat összejött, és akkor augusztus 21-én reméljük, le tudjuk kezdeni a felkészülést, mert hát ugye nekik is bajnokság van, majd októberben lesznek ilyen kis egyszerű mérkőzések, de nagyon várjuk. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!